Tamás, remélem, múltkor nem ment el a kedved tőlem, hogy ilyen amatőr vagyok, vagy csak így ne, ilyen hobbi, hobbi. Ne is folytass. Ne is folytassam? Zöldségből főzni, az egy nagyon-nagyon szép feladat. Tehát ez nem kell mit... És akkor végig is egyszer már megugrottuk. Egyszer meg. És egyébként meg, hogy nagyon jól nézel ki. Köszönöm szépen, de kaptál egy kis tuningot. Érzem is ezt a sok vitamint. Na most mi a sztori ennek a receptnek? Arra gondoltam, hogy én már jól vagyok, tehát én már rendben vagyok az évre, hogy a zenekar azért mégiscsak tudod, hamarosan kezdődik a vidéki turné, a turnészezon, a nyári turnészezon, és előtte azért jó, hogyha ez kicsit az ember felpörög, és ugyanígy adni nekik egy kis löketet, és ráadásul tudod, mindig szoktunk azért erről beszélgetni a buszban, és akkor mindig, hogy jaj, biztos Peti, ne hagyjál már engem, nem kellenek ezek a vegán, meg vegetáriánus dolgok, és azt szeretném megmutatni nekik, hogy igenis lehet olyan főételt csinálni, amikor azt érzik, hogy oké, nem kell semmi más. Hoztam szerintem egy meglehetősen, mondjuk ki, hogy olcsó, talán kicsit lesajnált alapanyagot, ez pedig a zeller. Ez a zeller? Ez a zeller gumó. És jó, így még nem láttam. Nem láttál így gumót? Esküszöm, hát tudod, én városi gyerek vagyok. Kamu vegán vagy? Nem láttam még ilyen ezzel? Ilyen gumót nem láttam még, tudod? Jó, tehát hogy ami nekünk fontos, és itt jön be a lényeges dolog, hogy ízanyagokban gazdag, van benne egy pici umami, tehát ez a... Umami? Umami, igen. Ez az umami, ezt kérlek szépen, ez állítólagosan az ötödik íz, a sós, édes, savanyú, keserű után. Az umami? Az umami, ami úgynevezett húsíz, magyarán a nátrium glutamát, azt valamilyen szinten tudod érzékelni. Ez, illetve a paradicsom, meg a gomba, ezek tartalmaznak ezt a fajta húsízt, valahol mélyen legbelül. Na most ez, amit nekünk ki kell hozni belőle. És ez a zeller. Lesz hozzá egy kis gomba, és ugye a gomba az szintén, így van, szintén egy kis húsíze van, ha jól le van pirítva. Az azt mondta, hogy helyettesíteni általában. Hagyjuk ezt, hogy helyettesíteni. Nem, de nem versz meg. Nem kelt hiányérzetet a bigott húsevőkbe se, hogyha ezeket az ételeket jól fogjuk előkészíteni. Látszik, hogy olvasott vagy egyébként. Hát, sokkal olvasottabb, mint én. Igyekszem. Zeller, baromi egyszerű. És kész. És nem, ezt még 4 órát fogjuk sütni a sütőben. Egy pici olajjal meglottyintjük. Nem sokkal. És ez milyen olaj? Ez sima, egyszerű napraforgó olaj, hogyha hőkezelünk, akkor szerintem célszerű, hogyha a legneutrálisabb olajat használjuk. Só. Most elkezdted sózni, de miért nem pucoljuk meg amúgy? Hát ez is egy nagyon jó kérdés. Köszönöm szépen. És akkor hosszú választ szeretnék, de rövidet. Hát ugye van 4 óra. Jó, mondom a rövidet. Jó. Kérlek szépen, megtehetnénk, hogy megpucoljuk, fölrakjuk vízbe, megfőzni, de viszont nekünk ízanyag kell, amit szeretnénk koncentrálni. A héj az egyrészt fog segíteni, hogy bent tartja az ízanyagokat, illetve és ahogy együtt fognak sülni, az ízét is fogja mélyíteni magának a zellernek. Egy pici cukor, na most ezt nem fogjuk édesíteni, csak így a sülés során, hogy egy pici karamell rásegít erre az ízre, az is nagyon-nagyon jót tesz. Tehát alufóliába szépen becsomagoljuk, úgy, mintha csak egy fóliás burgonyát készítenénk. Sütő 170 fok, 4 óra, írhatsz új számokat, szia! Akkor szevasztok, köszönöm szépen, Tamás! Pont a szintemnek megfelelő volt ez a recept. Viszont hát most van 4 óránk, szerintem addig Ági fog neked segíteni egy jó kis bort kiválasztani. Ehhez én azt gondolom, hogy egy kicsit savanykás, édeskés, ásványos ízvilághoz, amit fogom ma készíteni, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mit választ. Jó, hát és akkor most ihatok többet is, nem? Mert ihatunk, több eszem. Ági, na, megjöttem a főzésből, szia. Ugye nincs benne hús, nincs benne tejtermék, de mégis laktató, több rétegű, színes. Tehát van egy sztárfellépőnk. Vagy mondjuk ki, van egy sztárfellépőnk. Igen, igen. Na, hát akkor a sztárfellépőt egy vokalistával emelném ki, mit szólsz hozzá? Ági, te készültél, te nem csak borral, de ilyen párhuzamokkal. Nagyon jó, nagyon tetszik. De igyekszem. Nagyon jó. Tehát vokalistával, igen, a vokalist ez mindig jó. Tehát egy olyan borra készültem, méghozzá a Tokaji Ametiszt száraz furmintunkkal, amelyik segíti kiemelni az ízeket, egy kicsit alá fog dolgozni, hogy még szebben ki tudjon teljesedni ez a gazdag ízvilág, amit ti a konyhában létrehoztatok. De legyen meg a casting. Jó, nézzük mit szólt a vokalistánkhoz. Hogy ízlik? Marha jó. Mondhatom így, nekem nagyon tetszik. Tényleg, a párhuzamodra visszatérve, igen, ez vokalista. Tehát szerintem kellemes, valamit hozzáad a dologhoz, pont a háttérben, hogy kicsit elhelyezkedik, és hogy de egyébként éreznéd a hiányát. Ha nem lenne ott, éreznéd a hiányát. Egészségedre. Hát köszönöm szépen az ajánlást. Tamás, szerintem egy nagyon finom bort kaptam egyébként Ágitól. Húzom és ő, ja, igen, ezt akartam, hogy ne csak én igyak. Hát azt nem sokáig viseltem volna. Bírod? Ágival jót hoztunk össze? Hát általában szokott neki sikerülni. nagyon jó fel, Ági, nagyon bírom. No, nézzük meg azt az ellert.
próbáld meg légy szíves megpucolni, addig én a gombával foglalatoskodok. Közben a gomba, meg fogjuk pirítani, az szerintem neked is ismerős lesz, sima egyszerű pirított gomba, igazából fogom, összevágdosom, lehetőség szerint választunk laskát is, csiperkét is, fehéret, barnát, amit csak bármilyen gombát, ami szimpatikus. Máshogy kell vágni egyébként a csiperkét vagy a laskát? Mert nem. Ugye formában azért... Figyelj, igazság szerint teljesen rád van. Nem hülyeség, rád van bízva. Ugye máshogy néz ki, a csiperke kicsit gömbű, a laska kicsit amorfabb. Jobb szeretem ilyen kis hosszúkább csíkokra vágni a laskát, cikkekre a gombát, de tök őszintén tök mindegy, hogy tök mindegy. Persze, ez az a lényeg igazából, hogy ne nagyon aprózd el. Igen? Tehát, hogy igen, tehát hogy azért lehet látni, hogy azért viszonylag nagyon rusztikusra vágtam a gombát, hogy legyen harapása, tehát hogy legyen milyen fölött, ami lepirul, és tehát hogy azok a jó ízek létrejöjjenek. Ja. Két fő elem, zeller, illetve a gomba. Mindjárt folytatjuk, de ki zeller juice. Zeller juice. Semmi extra, nem kell agysebészet, igazából juicer, nem almát dobálsz bele, meg sárgarépát, meg céklát, hanem gyakorlatilag zellert. Picit be fogom redukálni, pontosan ugyanaz fog vele történni, mint ahogy megsütöttük, picit koncentrálódni fognak az ízek, picit mélyülnek, igen? És hogy mennyire juicy ez a kis zellerke. Kérlek szépen, nagyon egyszerű feladat, rád van bízva, villával össze kell törni. Egy trükk, petrezselyem olajat fogunk készíteni. Sima egyszerű kutyaközönséges petrezselyem. Nem kell ezt rögtön akkor nekiállnod, amikor te főzni szeretnél. Aha. A zellert meg tudod sütni előző nap. A petrezselyem olajat el tudod készíteni előző nap, a vinegretet el tudod készíteni előző nap, másnap csak össze kell dobálni. Petrezselyem, rámegy egy kis napraforgó olaj. Most megpróbálom gyakorlatilag teljesen elturmixolni. Gyönyörű szép. De szagold meg. Tehát minden, ami petrezselyem, azért az úgy jön belőle. Fontos kérdésem van. Igen. Mit jelent a főzésen a redukálás? Redukálás, amikor egy folyadékot elkezdesz koncentrálni, magyarán párologtatod belőle a vizet. Mi történik? A víz megy, és minden, ami száraz anyag, az meg koncentrálódik. Pontosan? És a petrezselyem olaj, amit most csináltunk, amúgy akár ez otthon lehet folyamatosan, és máshogy is használhatom? Vagy hol? Figyelj, étteremben ezt mi locsoljuk mindenhol. Tehát locsoljátok mindenhol. Hát zöld, szép. Vissza a zellerhez. Jó. Na most, egy picit még mélyítjük az ízeket. Tehát egy kis sót mindenféleképpen adjunk hozzá. És még egy kis pikantéria, savanyú borka. Imádom! Frissen ölölt bors, sok vagy kevés? Mármint a szeretem? Ízlésemre vagy kíváncsi, így, vagy becsapós kérdés? Nem. Jó, akkor sok. Jó. És még ami rám jellemző, hogy szigorúan mindig frissen őrölve, tehát az egészből. Mesélj akkor... az egész városban. Így van. Igen, rólam? Rólam, igen. Most teszi a cengel. Még mélyítünk, tehát még mindig nem elég mély ez a zelleríz, tök magolaj. Egy másfél evőkanálnyi, ott legyen, de ne legyen ott, illatában, ízében egyaránt, és akkor most légy szíves, keverd össze. Jó lesz? Isteni finom. Látom az őszinteséget a szemed. Esküszöm neked, ez isteni finom. Lerobban a fejem a helyéről, komolyan. Na, örülök neki. Zöld alma, következő összetevő, és hogy ha már zöld alma, akkor zöld olaj. Azért csináltuk a zöld olajat, hogy szépen ebbe beáztassuk. És egyébként arra figyelj, hogy az alma könnyen oxidálódik, hogy egyből jöhet bele az olajba. Jó. Egyrészt, hogy a szívja megáll be ezt a gyönyörű zöld színt, ízt, szépen megmaradjon a frissessége is. Jöhet a kis zeller juice-unk. Leheletnyi dijoni mustár. Jöhet ebbe is egy kis só, illetve egy bors. Citromlet raktunk a sült zellerbe is, de most rakunk a vinegretbe is. Kicsi fehér balzsamecet, illetve olívaolaj. Olívaolaj. És ugye a petrezselyem leveléből megcsináltuk magát az olajat, amivel marinálódik a zöldalmánk, és van most nekünk petrezselyem szárunk. Hát vétek kidobni, föl fogok aprítani egy keveset, és hozzá fogom keverni a vinegrethez. Mehet a gomba a serpenyőbe. Az ízesítés gyanánt viszont fokhagyma, csak így kézzel ráütünk, és csak így, ahogy van, rádobjuk. Tehát ne is szedjem le. Nem kell szép. Hát mondjuk így most, hogy leugrott ma a héjából, ezt kivehetjük. Azt azért szedjem ki, ami leugrott. Így van, de alapvetően így mehet rá az egészbe a fokhagyma, majd ki fogjuk venni, de viszont így már most nézzük, milyen illata van. Pici só. Só.
Bors? Természetesen bors, így van. Jöhet. Jöhet? Jaj, ahogy. Jó, ne csak mutogassam. Bors. És amíg pirulgat a gomba, tényleg percek kérdése, hozunk két szép, csodálatos tányérkát, és elkezdünk tálalni. Jöhet a kis zellerkéből, így a tányér közepére. Azért csináltunk egy kis vékony szeletkéket, hogy ilyen gyönyörű szépen így bele tudjuk így állítgatni. Nyugodtan még a tetejét meg lehet szórni napraforgóval, mogyoróval, dióval, ami szimpatikus, teljesen mindegy, hogy mi. És akkor csak szórjam rám? Persze, mellé, köré, rá, mindenhova. Hűvös alma, langyos zeller, forró gomba. Úristen. Na, ez rendben van. Szeretet a dicsérnek egyébként? Tehát az jól esik? Igen, de nem igénylem. Nem igénylem. Jó, hát azért megdicsérnek. De mindenki szereti, tehát. Mert csodálatos lett, és azt hiszem, hogy rátapintottál a lelkemre. Hogyha önöknek is tetszett ez a schützerrel, nyomjanak egy lájkot, további érdekes receptek a lidl.hu per konyha oldalon, és kövessenek minket a YouTube csatornánkon is. Mindjárt megvadulok.